Köszöntök mindenkit, örülök, hogy eljöttek, és köszönöm a türelmet is. De tulajdonképpen majdnem 15 éve dolgozom együtt a Színesvárossal. Amit tudni kell egyébként magáról a Színesvárosról, hogy alapvetően ez egy rövid projektnek indult. És kezdeti lépésként először is Gánába kell utazni, ugyanis Megyeri András ekkor vette a bátorságot, elindult az útjára, mégpedig egy önkéntes festési programban vett részt. Ottani gyerekekkel festettek különböző falakat. Ott találkozott egy graffiti művésszel, akit Rapának hívnak, és hát ugye beszélgettek, mindenki elmondta a kis koncepcióját, ötleteit, és együtt elkezdtek gondolkodni azon, hogy milyen jó lenne, hogyha ezt az izgalmas, nagyon pozitív dolgot valahogy át lehetne hozni ide hozzánk Magyarországra, Budapestre. Elkezdtek gondolkodni, ötletelni már idehaza, és megpróbáltak egy olyan keretet rakni a gondolat köré, amik teljesen össze tudják foglalni azokat a gondolatokat, amiket ők szerettek volna mindenképpen megvalósítani. Itt egy olyan szemét kell megemlíteni, aki már kezdetektől is, és azóta is jelen van képletesen a Színesváros életében, Viktor Vazarelli. Ő tulajdonképpen a munkásságával, a gondolatiságával az, hogy a műveket ki kell vinni az utcára, a közönséget meg kell ajándékozni a látvánnyal. Ez egy olyan fajta nézet volt, amivel abszolút azonosulni tudtak ugye Andrásék is. Ehhez egyébként nyilván szintén egy fontos tárgy, úgymond, ami 1983-ban született meg, ez a könyv Színesváros címmel, szintén ugye az Azarelli alkotása, munkája, és hát egyből jött a megfejtés, hogy mi legyen tulajdonképpen a neve ennek a projektnek, amit majd ide elhoznak hozzánk. Hát Színesváros lett a neve, és ami nagyon érdekes, hogy mondom, ez egy rövid trávú projekt, aminek hát van ugye eleje, közepe, vége. Ezt a Norvég Alap támogatta, ezt a pályázatot, amit megnyert végül is ugye Andráséknak ez a koncepciója. És három helyszínen valósultak meg ebből különböző alkotások. Mind a három budapesti helyszín. Az egyik helyszín az akkori Moszkva tér, ahol már mutatok is egy-két Györgetek. Igen, egy-két képet. Itt nyilván a helyszínválasztás fontos volt például Andrásnak, mert ő ezen a területen lakott, így minden nap elment különböző, nem tudom én, okokból a csúnya, lepusztult részeken, és úgy nagyon szerette volna, hogyha ez a hely most megváltozik, egy pozitív kisugárzást tud majd az embereknek nyújtani. A más, még tekerek, igen, tehát itt különböző, szinte minden felületet megpróbáltak ugye betakarni, egy olyan vizuális pluszt akartak bevinni, ami tényleg egy néha mulatságos, néha kicsit vicces, tehát egy közösségformáló részt is szerettek volna ebből megvalósítani. A következő terület az pedig a Flórián tér. Ez a választás azért is fontos, mert ugye ott van a közelben a Vazarelli Múzeum. Tehát szintén egy adott helyszín volt, tehát ez nem is lehetett más ilyen szempontból. És itt jön a harmadik helyszín, ami pedig Budapesten a Deák téren található, ez a tűzoltóság épületének a homlokzata, amire került ugye Vazarelli munkája, ihlette, festés. Itt azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy amellett, hogy Vazarelli gondolatát, hogy vigyük ki, mutassuk meg az embereknek a művészetet, tehát emellett az ő formavilágát, stílusát szerették volna megidézni. De nagyon fontos azt mondani, hogy megidézni, nem pedig lemásolni.
Tehát itt van egy olyan kiemelni való, amit alá is lehet húzni, hogy ezek már önálló alkotások, mondom, bazereli ihletéssel. Hát itt ugye még egy-két fotó. Ez is egy nagyon érdekes helyszín. Nyilván itt ugye az épület szerkezete, ahogy ki és be mennek a különböző részek, az ablakok, tehát hogy ezeket is, ugye látszik a kis cső is, teljesen be van burkolva, szervesül lényegében a grafikával. Igen. Na, amit fontos még elmondani a projektről, ugye a végén, ugye azt mondaná az ember, hogy pont ez volt, ennyi volt, de nagyon sok vélemény jött ezzel az idő alatt. Voltak pozitívak és negatívak is. A negatívak között említeném azt például, hogy nagyon sokan hiányolták a kortárs művészetet. Nem érezték, hogy annyira átgondolt lett volna a megvalósított falfestmény, vagy akármilyen kis dekorációs jópofa dolog. Tehát itt volt egy olyan, hát hogy is mondjam, egy ilyen, hát nem az igazi, de hát ebből jött egy új lendület, egy új gondolat bevitele, mégpedig az, hogy ezt mindenképpen folytatni kell. Tehát a nagyon-nagyon sok a városvezetés szempontjából, városvezetés részéről is, illetve tehát a jelenlévő, a gyalogosok, a mi véleményünk által formált pozitív dolgokból is az következett, hogy ennek folytatódnia kell, csak hogy ehhez viszont nyitni kell. Nyitni kell a kortárs művészet felé, olyan művészet felé, akik tanultak, képzést kaptak, tehát egy sokkal tudatosabb irányból akarták megközelíteni ennek az egész projektnek. Most már mondhatjuk úgy, hogy a Színes Város Alapítványnak az eljövendőjét. Ehhez Flór Péter volt az, aki vette a telefont végül is, és felhívta a Képzőművészeti Egyetemet, ahol akkor éppen Kistóth Ferenc tanította a murális szakon, és hát szerette volna, hogyha megismerheti az ott tanuló diákokat, művészeket, és ugye megpróbált egy olyan kapcsolatot kialakítani, amivel aztán tovább lehet menni konkrét projektek felé is. Hát itt jöttem konkrétan én a képbe, és hát megkértek arra, hogy próbáljam ezt az egész ismerkedési folyamatot koordinálni, összefogni az embereket, és úgy ez úgy szerintem sikeresen meg is történt. Volt egy kerekasztal beszélgetésünk is, ahol művészek is, illetve a Színes Város is bemutatkozott, ötleteltünk, mindenki nagyon lelkesen és igazán nagy kedvel indult neki a dolgoknak. Az, hogy ugye ebből az újjáéledésből, ebből a nyitásból aztán mi következett, ezt most három projekten keresztül szeretném bemutatni. Az egyik ilyen projekt az első projekt, közös projekt volt. Hát jó magamnak is van ehhez köze. Itt ugye nyilván egy pályázat kiírásakor van különböző téma, amit lehet választani, vagy arra kérik ugye a megrendelők a Színes Várost, hogy mondjuk ezt a témát dolgozza föl terv formájában több művész is. Én is köztük voltam, akik ezt megkísérelték. A témánk pedig az volt, hogy Csontváry Balbek című képét valahogy jelenítsük meg, mégpedig egy általános iskolának a falán. Tehát ebből is már lehet ugye tudni, hogy itt nem csak tűzfalak jöttek már a képbe, hanem iskolák, belső falak, azoknak a részeire jöttek különböző alkotások. Tehát itt ennél az iskolánál az volt a fő célom, hogy a Balbek című képet
Hát nyilván azért a tervezésnél nagyon fontos az, hogy ne rugaszkodjunk el a valóságtól. Tehát mindig egy-egy ilyen projektre van egy költségkeret, időkeret és sok-sok fajta keret, amin belül kell maradni. Tehát nyilvánvalóan nem lehetett azt, hogy én megfogom azt a képet, és hopp, majd ráugrasztam a falra, és az milyen jó lesz. Nyilván ez nem is volt cél, sőt, tehát itt az volt a fontos, hogy nem másolat legyen, hanem egy érzet, egy summázat tulajdonképpen a képből. Ezt a pályázatot, ugye, hát mondjuk így, pályázatot az én tervem nyerte meg, és hát ugye elindult a kivitelezési folyamat is. De mondom, tehát itt fontos megint hangsúlyozni azt, hogy ez már önálló mű. Az, hogy itt több dolog is egyesül. Nyilván Csontváry formavilága, a ritmusa, a játékosság, a színek mind megjelennek. Nyilván, hogy ha ugye előttünk van úgy a kép, akkor megpróbáltam én is azt, hogy a legjellemzőbb színeket emeltem ki. A legjellemzőbb formákat úgymond egyszerűsítettem le egy hatás kedvéért. És megpróbáltam egy olyan harmóniát létrehozni, ami híven tudja tükrözni magát a képet. És nyilván az is nagyon fontos, hogy az épület, ahogy itt látszik is, tehát itt nem egy összefüggő területről van szó, hanem különböző épületek, méretek, forma, elhelyezkedés. Tehát itt egy nagyon összetett gondolkodás kellett ahhoz, hogy minden forma megtalálja a maga helyét. A kivitelezésnél is ugye én vezettem a csoportot. Itt például felállványoztuk az iskolát, tehát volt lehetőségünk arra, hogy viszonylag kényelmes körülmények között tudjunk dolgozni, tehát nem mondjuk csimpaszkodva alpin technikával valamilyen magaslatokból. Tehát ez egy nagyon-nagyon kedves projekt volt a szívünknek, és a mai napig is az, hiszen Csontváry stílusa is benne van, és közben Vazarelli világa is jelen van a formák játékosságával, azzal, hogy ilyen illúziókeltéssel próbálja a formákat egységbe önteni, de mégis egy izgalmasságot tud adni. Tehát mondjuk azt, hogy ez egy sikeres projekt volt. Itt a kis rövid bemutatkozó szövegben kudarc szóként szerepel az egyik mondatban ez, hogy kudarc. Én most egy ilyen projektet hoztam, ami hát ezt akarja. Mégpedig azért, mert minden igyekezet ellenére végül nem tudott megvalósulni. Ennek nagyon sok számos oka volt, de az elejéről kezdeném. Itt szintén budapesti helyszín, az Árpád híd budai oldalának a pillérjei vannak a fókuszban, tehát azokra kértek dekorációs festést. Két téma közül lehetett választani, az egyik a Goldberger textilgyárnak a hagyatéka és világa, a másik téma pedig szintén Vazarellinek a világa volt. Három tervező adott be erre pályázatot, és köztük én is ott voltam. Tehát itt most az első terv, második és harmadik terv. Tehát ez az egy, ez vagyok én. Ez egy másik alkotó, és ő a harmadik alkotó. Ehhez egy közönségszavazást hirdettek, ami végül is ennek a tervnek a győzelmével ért véget, Bedőtt Zsolt alkotása egyébként, aki a Goldberger gyár témáját dolgozta fel. Itt nagyon fontos egyébként még azt is említeni, hogy attól függetlenül, hogy ez a terv végül nem valósult meg. Nehéz elfogadni a nemet, de attól függetlenül nem kell elfelejteni a terveket. Úgyhogy hát nagyon reméljük, hogy valamelyik terv valamilyen formájában mégis tud a falakon megjelenni. És hát itt is ugye azért
Tehát itt megint hatásában érezzük Bazzarellit, nem pedig konkrét másolatot látunk. Ami egyébként megint egy utalás az ő személyre és művészetére, az, hogy az épületet teljes egészében, tehát nem csak egy darab vászonként kell értelmezni, hanem bizony itt, ahogy látszik is, egy pillérnek a formája az szintén egy nagyon-nagyon érdekes és össze-vissza dolog, tehát ehhez is alkalmazkodnia kell a tervezett grafikának. Tehát ilyen szempontból mindig nagyon izgalmas egy tervezési folyamat. Itt most néhány tervet még tovább mutatnék, ami mondom végül ilyen szempontból kudarcnak mondható, de be nem fejezett történet. És most itt vagyunk Pécsen. Sajnos most nem tudom egyszerre mutatni, most nem tudom, hogy ki látta, ez ugye itt nem messze van a József Attila utcában. Kicsinyítsem? Na, jó ötlet. Jó ötlet. Még egyet. Na, reméljük a legjobbakat. Igen. Hát ez egy nagyon érdekes tervezési folyamat volt. Szintén közöm van ehhez a dologhoz, és nem azért választottuk ezeket a projekteket, mert hogy én most a magamat akkor tudjam itt akármilyen szinten is fényezni, hanem nyilván ezekről jobban tudok beszélni, és jobban tudom átadni azt, ami lényegében ugye egy ilyen projekt mögött van. Ez egy szponzorációs felkérés volt, és itt hoznám azt szóba, hogy milyen fontos is ez a színes városnak, hiszen alapítványról beszélünk, és fontos az, hogy ilyen fajta szponzor, támogatás valamilyen úton, módon ugye tudjon a színes városhoz érkezni, hiszen ebből tud fennmaradni, így tudja a művészeket foglalkoztatni, és így tudja a lehetőségeket kínálni a számukra, és gyönyörű projektek további létrejöhetteléhez is elengedhetetlen ez a fajta felkérés. Hát az RTL kereste meg tulajdonképpen az alapítványt, és hát azt mondták, hogy hát akkor ők szeretnének valamilyen falfestést, de hát, hogy ajánljanak valamit, mondjanak valamit. És erre jött aztán a Színes Városnak az a nagyon izgalmas felvetése, hogy ne legyen egy ilyen, úgymond ez a szájbarágós reklám, hanem próbáljuk meg valahogy a hangsúlyt egyenlően megtartani a reklám és a művészet között. És hogy megpróbálják azt úgymond ajánlani a szponzoroknak, hogy próbáljanak nyitottan hozzáállni, ne a megszokott reklám, média, marketinges oldalról közelítsék meg a témát. Ehhez helyszínt ajánlott a Színes Város, és hát meglepő módon Pécs lett a választott helyszín, és hát tudjuk azt, hogy Viktor Vazarelli itt született, tehát ez, azt hiszem ez egy jó találat, egy jó helyszín választás volt. És még tovább ment a Színes Város, mégpedig azzal, hogy azt mondta, hogy rendben van, hogy a helyszín megvan, rábólintott az RTL, és azt mondták, hogy nagyon jó. A következő lépcsőfog az pedig az volt, hogy az RTL stílusában legyen ez megcsinálva. És szintén azonnal rábólintottak. Legyen, csináljuk, nézzük meg, mi történik. Ekkor jöttem megint én a képbe, hogy na jó, akkor ezt valaki tervezze meg. Hát mondom, jó, essünk neki, nézzük meg, mi lesz belőle, és úgy gondolom, hogy sikerült nagyjából egy olyan harmóniát létrehozni ezzel az egésszel, hogy itt mondhatjuk ezt a reklámfalnak, de mégsem az. Kicsit olyan, mint a kecske is jól lapjon, meg a káposzta is megmaradjon, tehát hogy olyan határmerzsén van ez, ami egy sokkal izgalmasabb megfogalmazása egy reklámnak. Ugye itt az RTL-re, tehát a hírek, tehát itt
a számítógép, monitor, tévé, mobiltelefon, ugye ezek a, nem is tudom, mindenféle ilyen iPad, micsodák, ugye mindenféle újságpapír, tehát ezek az RTL-re utaló dolgok. Nem feltétlenül egy-egy konkrét tárgy volt a lényeg, amit szerettek volna, hogy megjelenjen, és látszik itt is a logójuk icipiciben. Tehát nem egy harsogó valami, amit ők kértek, hanem egy szép és jó egyensúly. És szerintem ennél a alkotásnál ez meg is született. És nyilvánvalóan látszik ugye a Vazerelli hatása, ugyanúgy, ahogy a tiszta színek, az, hogy a formák hogyan próbálnak balra-jobbra kanyarodni, mégis egybefornak ezekkel a tévé, a monitor formájával. Tehát egy ilyen abszolút egységet tudnak alkotni. Még egy kicsit, igen, itt egy másik szögből is, ugye, mert miért ne. És itt, igen, itt értünk ehhez a részhez, ugye próbáltuk, vagy próbálnám azt is bemutatni, hogy egy-egy ilyen fal tulajdonképpen hogyan készül el. A tervezés, amikor megvalósul, elfogadják, minden rendben van, akkor jön csak a hadd elhadd, ugyanis hát ezt valahogy fel kell a falra vinni. Ehhez többféle módszerhez szoktunk nyúlni, van olyan, amikor lehet vetíteni, tehát egy az egybe, és a vetített formát átrajzoljuk, illetve van teljesen szabad kézzel, csak úgy, és van ez a fel négyzet hálózott módszer is. A terven ez egyszer-egy centiméteres területeket jelent, a valóságban, a falon meg egyszer-egy métereseket. Amikor ugye ez egy felállványozott projekt volt, tehát itt ugye jó nagy magasságban szépen lehetett dolgozni, de azért tudni kell azt, hogyha mondjuk van egy állványon történő munka, akkor a fal nagyjából egy ilyen 30-40 cm közelre van az ember arcától. Tehát nem tud hátra lépni, jó esetben nem is teszi, hogy megnézze, hogy éppen hol tart és melyik vonal éppen mit akar éppen jelenteni és merre tart. Ehhez segítség tulajdonképpen egy ilyen felkockázott, felnézett, hálózott terv. Ugyanis amikor a falat ugyanígy megcsinálják ugye a kivitelezők. Tehát ennél a kivitelezésnél nem voltam jelen, de tudom, hogy hogy csinálták. Tehát lényegében ugyanezt felrajzolták a falra, és akkor szépen felmentek az állványra, elővették ugye a kinyomtatott tervet, ott volt a kezükben, és akkor azt mondja, hogy akkor ez a vonal elnevezzük mondjuk A, B, C, D, tehát el vannak nevezve a vonalak. És ugyanúgy ők is, mondjuk 1, 2, 3, 4. Lényegében, mint a, most tudom, van egy ilyen sodok, vagy nem is tudom, milyen játék van, milyen is. Na, például az is nagyon jó. Példa erre, köszönöm. Tehát tulajdonképpen el lehet kezdeni azt, hogy oké, ez a vonal, hogy hol is metszi a vonalakat, mert akkor szépen a falon ugyanezt bejelölöm. Akkor a következő hol van, bejelölöm. Ez egyenes, ez egy kompúzik. És szépen elkezd felépülni a terv, és felkerül a falra. Hasonló trükköt alkalmazunk a színeknél is, mivel nagyon sok esetben nagyon sok színnel dolgozunk, és hát ott is tudnak keveredések kialakulni. Amikor a terv szintén ugye elkészül, akkor a színeket külön kigyűjtjük, és van a festékgyártóknak van egy ilyen kis ilyen kis mintagyűjteményük, amiben ugye színkódok vannak színekkel. Ilyen színskála lényegében. És akkor szépen elkezdi az ember kiválogatni, hogy az a szín, akkor az melyik lehet a skáláról. Ami már megint egy nagyon izgalmas történet, de ahogyha sikerül mindegyiket belőni, hogy melyik legyen, akkor ugye meg lehet rendelni a festékgyártótól. Amikor az megérkezik, ugye ott halomban ott áll a nem tudom én hány darab vödör, kódszámokkal. Hát azt valahogy meg kell fejteni, hogy valahogy a falra fel tudjon kerülni. Ezért szintén betűkkel szoktam én ellátni. Tehát mondjuk a sárga szín, az ellenzem A betűnek, a vödör, ami látom, hogy ugye az a sárga, akkor szépen az oldalára ráírom a nagy A betűt, és fontos, hogy a tetejére is. Mert nem mindig sikerül ugyanúgy visszahelyezni ugyanazt a vödörtetőt
a dobozra, és hát ebből egy-két alkalommal már volt konfliktus, nevezzük így. Hát igen, tehát lényegében, amikor ugye fel van rajzolva a formák, rögtön beírom, hogy na, akkor ez az A betű, ez a B betű, C betű. És szintén ezek alapján be tudom azonosítani azt, hogy most melyik festék melyik felületre fog kerülni. Hát itt ugye a munkafolyamatot láthatjuk, nem tudom, hogy mennyire lehet esetleg ezt... Igen, akkor már csak nagyon röviden, illetve gyorsan, mert röviden akkor ezek szerint nem megy, de gyorsan megmutatnám még itt, hogy itt miről van szó. Talán egy-két vonalat már ugye itt már felrajzoltak, az már látszik, talán itt a betűk is. Hát ugye itt azért a kötelező munkavédelem, tehát fontos, ki vannak ugye kötve, tehát baj nem történhet. Nyilván itt mindenféle eszközzel, ecsettel, hengerrel, különböző nem tudom, vonalzókkal. Hát ugye az is izgalmas, amikor egy ilyen vödröt fel kell cipelni a nem tudom, tizedik emeletre. Nagyon érdekes megoldások születnek ilyenkor. És befejezésül azt hiszem, igen, tehát hogy nagyjából egy tért tud lelógni, és ennyi. Annyi a terület, amin tudunk mozogni. És akkor szépen, azt hiszem ez az utolsó előtti kép. Igen, egy ilyen nagyon szép kép az utolsó, hogy hogyan tart egy művész egy ecsetet. Tulajdonképpen most itt számtalan nevet tudnék felsorolni, és elmondani, hogy ki milyen projektben vett részt, erre most nyilván nincs időnk, energiánk, stb., de reméljük, hogy lesz még alkalom egy kicsit jobban bemutatni a munkánkat. Remélem, hogy azért sikerült egy-két ilyen kis dolgot így megosztani önökkel, ami még nem hangzott el eddig, úgyhogy én megköszönöm a figyelmet, és minden jót kívánok. Köszönöm.